egykori otthonába látogatott a hétvégén a Nyíregyházi TK csapata. A Szabolcsi Egyesület ugyanis egykor egy éven át Ózdon vívta szuperligás mérkőzéseit. A korábbi hazai pálya azonban most nem állt fintáik mellett. Rögtön az elején Magyarósi Péter két fával alul maradt ellenfelével szemben, a másik párban pedig jelentős hátrányba kerültek. A Stéjel Tamás közel 150 fával verte meg a Szlovenszki Attilát, és így egy 170 fás előnnyel és 2-0-ra vezetett a hazai csapat. Azonban a középső sorban mindenképpen a Kastura Zsolttal úgy léptünk dobóállásba, hogy feltétlenül meg kell szereznünk a csapatpontot mindkettőnknek, és akkor még a döntetlenre abszolút van reményünk a végjátékban. Sajnos a Zsoltnak az utolsó dobásába a 9 bábúból csak 6-ot sikerült levennie, pedig egy jó sikerült dobása volt még az utolsó dobása is, és ezen múlott, hogy két fával maradt alul az ellenfelével szemben, és így nem sikerült neki a csapatpontot begyűjteni, még jó magamnak sikerült a csapatpontot is megszerezni, és egy némi csapatfát még tudtunk azért faragni a több mint 170 fás hátrányunkból. A zárósornak még matematikailag volt esélye, hogy ledolgozza a megmaradt 120 fás hátrányt, azonban mind Szegő Levente, mind pedig Haker Dezső hiába gyűjtötte be a csapatpontot, mégis 3353 fával szemben 3251-et szerzett csak a nyíregyházi csapat, és szenvedett 5-3-as vereséget. Tudtuk, hogy ez körülbelül ilyen forgatókönyv fog történni, és ezért is kellett nekünk nyugodtan játszani, illetve hát úgy nyugodtan, hogy tudtuk, hogy az első sorban nagyon meg fog lógni a hazai csapat, és akkor a többi szetteket kellett valahogy lekommunikálni egymás közt, hogy nem kell izgulni, csinálni kell mindenkinek, csak a sajátjára kell koncentrálni, és farkasként próbáltunk küzdeni. Végülis, ahogy megvoltak a párosítások, tehát abszolút mindegyik párosítás kiélezett volt, tehát bárhova billenhetett volna, hozzáteszem, még majdnem, hogy egy 7-1-es vereség is benne lehetett volna ezekbe a párharcokba, de rendre nyertük azokat a kis szetteket, amik szükségeltettek, azonban sajnos két párharcnál mégsem sikerült behúzni, és azt lehet mondani, hogy tényleg csalódottan, mert tényleg ott voltunk. A nyíregyházi TK veresége azt is jelenti, hogy a szabolcsi tekések pont nélkül zárták az évet, de a lehetőség még adott számukra a javításra, folytatás január 3. hetében.